Hagyományos módon a királyi napok keretében a Szent István ünnep előestéjén rendezték meg az öreghegyi mulatságot. A Mária völgy megtelt élettel az öreghegyi polgárokat és az ide látogatókat színes látványos színpadi produkciók és kirakodóvásár fogadta a Boritéren és a Mária völgyi úton. Az idei találkozó rendhagyó módon a Szent István mézlovagrend beavatási ceremóniájával vette kezdetét. Én ünnepélyesen esküszöm, hű tagja és elkötelezett hírnöke leszek a Szent István mézlovagrendnek. Munkámban és emberi viselkedésemben mézlovakhoz méltóan, példamutatóan járok el. Minden lehetséges eszközzel teljesztem a magyar méz hírnevét. Óvom és védem a természetet. Minden tudásommal azon leszek, hogy a magyar méhész társadalom és Fejér megye jó hírnevét öregítsem. Nagyon örülünk neki, hogy a város és a szervezők lehetőséget adtak nekünk is a borlovagok mellett, hogy mi is megjelenhessünk. Idén új 5 mézlovagunk lett, őket szeretnénk most a színpadon felavatni. Mivel jár egy ilyen avatás? Eskütétellel, valamint a mézkirálynő által lovaggá lesznek ütve. Nagyon fontos szerepet játszik a méz az életünkben, és a mézlovagrend segít abban, hogy ez valóban így lehessen. Hogy él most a mézlovagrend, hiszen a koronavírus járvány nem kímélte, illetve a szélsőséges időjárás? Igen, sajnos, amikor egy évben 18-20 helyre szoktunk elmenni, ez idén 3 helyre korlátozódott egyelőre, 3 rendezvényen tudtunk megjelenni, Jászberénybe is képviseltük magunkat. Bízunk benne, hogy rendeződik a helyzet, és tudunk további helyekre is elmenni, népszerűsíteni a magyar termelői mézet. Nagyon nehézen tették túl magukat a méhek ezen a rapszódikus tavaszon, illetve a nagy kánikulán. Egyelőre felfejlődési állapotban vannak a méhcsaládok ahhoz, hogy a telelőbe be tudjanak menni. A méhészeknek nagyon sokat kell tenni ezért. Most kell a legtöbbet foglalkozni a méhcsaládokkal ahhoz, hogy megfelelő méztermés, vagy illetve beporzás vár legyen a jövő évben. És ezt az időszakot a mai nappal úgy vesszük figyelembe, hogy a mézet egy kicsit próbáljuk ismertetni, illetve kóstoltatni, mindenféle szaktanácsokat tudunk adni a rengeteg mézről, amennyit tudunk gyűjtetni a méhekkel. A program egyik meghatározó eleme esztendőről esztendőre a Nóihegyi Szent István borlovagrend és meghívott vendégeinek felvonulása. Idén is átadták az év bortermelőjét, díjat az arra érdemes kispincés bortermelőnek. 19. számunkra egy megyei találkozót jelent elsősorban, tehát itt hívjuk össze a megyei borrendeket, borbarát társaságokat, és ekkor egy ilyen szűkebb körű, családiasabb baráti összejövetel, ünnepeljük meg a borokat, a szüretet, mert hiszen a szüret már elkezdődött. Nagyon fontos kérdés, hogy azért természetesen itt is gazdára talál az év bortermelője díj. Ez mennyire tradicionális, mennyire fontos ez a Nóihegyi borászoknak? Én azt vettem észre, hogy az egyik legkedveltebb díjunk. Mert minden borász örül, hogyha minősítik a borát, de ez egy egyedi cím. Tehát itt ki kell válaszolni konkrétan egy termelőt, aki ezt a címet birtokolhatja abba az évbe. Hát ez egy nagyszerű díj. Fontos számunkra a Nóihegyi borrend mindennapjai is. Mi minden történt, ami majd a következő esztendőt meghatározza? Hát elsősorban az, hogy egy olyan nagy borversenyt sikerült rendeznünk, ami eddig páratlan volt. Tehát eddig csak kisebb, néhány tucat tételes borversenyeket rendeztünk itt a környéken. De most összefogva itt az egész régiót lefettük ebben a borversennyel, és ezt szeretnénk hagyományjá tenni a jövőben is. Tudni kell, hogy én több mint 30 éve lakom az öreghegyen a családommal, és ez a bor, ami ezt a díjat kapta, ez igazából Csákban egy mentermet, de mint öreghegyi lakos abszolút azt gondolom, hogy ide rakható, ahova került.
Igen, megerősítés. Szoktam mondani, hogy minden ilyen dolog igazából, akinek szőlője van, az a rabságot vállal. Ez egy nagyon kellemes rabság, ha jó volt végeredmény. És hát ez mutatja, hogy most is az lett, és én köszönöm szépen mindenkinek, hogyha rám gondoltak. Ugye egy 2020-as rajnai Riesling lett ez a bor, ami ezt a címet hozta. Milyen a rajnai Riesling Csákberényben? Csákberényben egy nagyon rangos verseny volt, ugye nagyon kevés borverseny volt az elmúlt évben a pandémia miatt. És ez egy nagyon erős ezüstérmet kapott Csákberényben, ami én azt gondolom, hogy miután az ezüst és arany között nagyon minimális a különbség, nekem nagyon megfelelt, úgyhogy büszke vagyok rá. Az ünnepségen Tornyai Gábor öreghegyi plébános megáldotta az új kenyeret és a nemes nedűt. Ami itt a nyakamban van, számomra különösen is fontos. Egy szerzetes nővér hímezte nekem, amikor pappá szenteltek, most már 22 éve. És azok a szimbólumok vannak rajta, amik meghatározzák a katolicitásunkat, a kereszténységünket, a szentmisénk ünneplését. Itt van a szőlőszem rajta, illetve a búzakalász. Két olyan kép, ami itt ezen az asztalon is megjelenik, egy hétköznapi dolog, de számunkra, keresztények számára, katolikusok számára, amikor a szentmisét ünnepeljük, akkor ez a kenyér, a bor az ami sokkal többé változik át. Egyrészt megünnepeljük benne az Istennel való találkozásunkat, ami egy nagyon fontos kapcsolat egy hívő ember számára az életünkben. Másrészt pedig, ami szintén ilyen fontos, hogy mint minden szentségünkben nem csak az Istennel való találkozásunkat, hanem az egymással való találkozásunkat, egymáshoz kapcsolódásunkat is meg tudjuk ünnepelni. Ezért ünnep számomra minden olyan alkalom, amikor áldást mondhatok a kenyérre, a borra, amikor a szentmisében kimondhatom Jézus szavait, hogy ez az én testem, ez az én vérem is. Ezek az egyszerű dolgok átváltoznak az életünk legfontosabb dolgaivá, a szeretetnek az éltető jeleivé. Most ezzel a gondolattal szeretném megáldani ezt az új kenyeret, megáldani ezt a bort, és megáldani minden jelenlévőt, aki bármilyen formában itt tud most lenni ezen az ünnepen, hogy ebben az áldásban részesülve, a jóban részesülve bővelkedhessünk és növekedni tudjunk az életünkben, és az életünkön keresztül a szeretetünkben való növekedésünket tudjuk megélni, megajándékozni tudjuk egymást a jóval, ahogy a kenyérben, a borban Isten ajándékát köszönjük meg, ahogy az egymáshoz fordulásunkban, a találkozásainkban Isten szeretetét, egymás szeretetét köszönhetjük meg. Így ezekkel a gondolatokkal áldom most meg ezt a kenyeret és ezeket a borokat. Dicsőítünk téged, Atyánk, Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret, és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot. Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk fővédő szentjének ünnepén összegyűlve együtt ünnepeljük, aki hétről hétre megtöröd és szétosztott közöttünk az eukarisztia égi kenyerét, áld meg ezt a kenyeret, mindennapi életünk táplálékát, és taníts meg arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, szent neve dicséretére és dicsőségére, Krisztus a mi Úrunk által. És áld meg, Urunk Istenünk, ezt a bort, hogy üdvösséges oltalmul szolgálja mindazoknak, akik isznak belőle, ad, hogy akik ezeket megízlelik, azok szent neved segítségül hívására erőt és üdvösséget nyerjenek, Krisztus a mi Úrunk által. Mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek áldása szálljon el a kenyére, ezekre a borokra, és maradjon rajtuk minden. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A hivatalos megnyitón a résztvevőket Cserpakovics András polgármester és Östör Anna Mária, a városrész önkormányzati képviselője köszöntötte. Cserpakovics András hangsúlyozta, fontos, hogy az öreghegyi ünnepségek tradíciója tovább éljen, a városrész fejlődése rányomja bélyegét Székesfehérvár egészének mindennapjaira is, és ez a koronavírus járvány idején különösen fontos. Bármilyen furcsa kimondani, a legkülönlegesebb az, hogy van öreghegyi mulatságok, és itt tudtunk találkozni ennyi emberrel szabadon a Borivár tövében, a szobornál, azon a helyen, ahol jól szokták magukat az emberek érezni augusztus 19-én este, és nagy öröm, hogy ez idén is megtörténhet. A találkozások, az emberi kapcsolatok fontosak, és az is fontos, hogy a városrészeknek meglegyenek a maguk hagyományai, ami keretet ad ezekhez a találkozásokhoz. Az öreghegyen, ez az öreghegyi mulatságok minden év augusztus 19-én. Nem tudtuk tavasszal, hogy ez idén hogy alakul, de szerencsére a legjobban alakult, az egy csodálatos rendezvényhez tökéletes időjárásban. Nem is véletlen, hogy már így délután is sokan voltak a megnyitón, de hát a következő órában itt még biztos sokkal, de sokkal többen érkeznek. Hagyományt is ápolnak, és jól is érzik magukat. És azt hiszem, hogy a királyi napok és azon belül a hagyományos öreghegyi mulatságok erről szól. Östör Anna Mária öreghegyi polgárként és a városrész önkormányzati képviselőjeként évről évre segíti a szervezők munkáját, hogy a mulatságok vendégei szívesen emlékezzenek vissza erre a napra, amely bizonyítja az öreghegyiek összetartozását. Azt hiszem, hogy mutatja ezt, hogy milyen sokan vannak itt már a kenyérszentelésen és a köszöntőkön is, hiszen nagyon speciális volt ez az év. Még tulajdonképpen napokkal ezelőtt sem tudtuk, hogy a járványügyi szabályok milyen rendezvényeket engednek, mindezt hogyan lehet megvalósítani. Már nagyon nehéz lett volna művészeket lekötni, hiszen az öreghegyi mulatságok szervezése azért hónapokat vesz igénybe előtte. Úgyhogy biztos, hogy számítanak rá, nagyon sokan kijöttek, és az idén most egy kicsit csendesebben, talán eltekintve a nagy-nagy nevektől, viszont fehérváriaknak adva lehetőséget fogunk ünnepelni. A tűzijáték most Székesfehérváron nem kerül megrendezésre, hiszen ennek az engedélyeztetése is nagyon hosszú időt vesz igénybe. Valamint tekintettel kell lennünk sajnos arra, át kell gondolnunk, hogy a Borivár tulajdonosai tették szóvá, hogy nagyon félték a területen lévő nagyon száraz fenyőket. Úgyhogy ígérem, hogy jövő esztendeig át fogjuk gondolni, hogy milyen formában tudunk mégis egy olyan látványosságot hozni ide az öreghegy, éjfélre, a buli befejezésekor, ami megint valami nagy attrakció lehet. Horváth Miklós Csaba, a vendéglátó városrész másik képviselője, aki több mint két évtizede viseli gondját választókörzete polgárainak, kettős minőségében vett részt a rendezvényen, hiszen ő a Borlovagrend egyik alapító tagja is. Tavaly is egy ilyen, azt lehet mondani, hogy csonka év volt ilyen szempontból, és idén most ugye nyár óta jobban állunk, és remélem, hogy a szüret befejezéséig még jobb lesz a helyzet. Visszatérve erre az öreghegyi mulatságokra, ugye ez valóban hagyomány, hiszen most már több évtizede meg tudjuk tartani, és mindig ilyenkor Szent István ünnepén, és hát ugye maga Szent István név is kötelez bennünket arra, hogy legalábbis próbáljuk meg a saját tudásunk és tehetségünk szerint követni azt, amit ő elkezdett, és azokat az alapokat, amiket ő lerakott, próbáljuk meg tovább erősíteni. És ebben az időszakban, amit említettél, hogy itt volt némi idő arra is, hogy magunkba is forduljunk, és elgondolkozhassunk azon, hogy mi az, amit még előttünk áll, és mi az, amit eddig csináltunk. Én szerintem az elmúlt időszakban, ami itt a borrendi munkát is, és a hagyományőrzést, és itt Öreghegyen, és próbálni, hogy ezt a szőlőművelés hagyományát ismét föltámasszuk, és illetve tovább vigyük, ebbe sikerült azért előre lépni. Egy kicsit megújult a borrend is,
Sajnos ebben ugye tragikus dolgok is beleszóltak, de a lényeg az, hogy a megújult borrendben is, már ami a létszámot és a tagságot illeti, olyan új tagokat tudtunk fölvenni, akik valóban komolyan veszik azt is, hogy hagyományőrzés is, és amellett a szőlőművelés hagyományát is folytatják. Ez vonatkozik mindazokra, akik a felsőváros, alsóváros hagyományait is ide Szőlőhegyre valamikor, vagy hagyományt megalapozták ittkén, ezt tovább tudjuk folytatni. Az új kiköltözők között is nagyon sokan vannak, hála Isten, akikre lehet számítani, és nagyon örülünk neki, hogy valóban a város is támogat bennünket abban, hogy alkalmattán, mint ez a rendezvény is, segít bennünket, és sok programmal még színesíteni tudja azt, hogy itt össze tudjunk jönni. Úgyhogy én remélem, hogy az idő is most kedvez, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Tornyai Gábor öreghegyi plébános elgondolkodtató szavaival, megértő mondataival mindig sokat segít azoknak, akik még tartózkodóak a közösséggel szemben. Sokféle áldásformula van, amit ilyenkor a kenyér és a bor megáldásakor szoktunk mondani. Most azt a formulát választottam, ami a kenyérnek, az életnek a megosztásáról szól, és igazából ezeket a gondolatokat hoztam magammal, hogy az, ami megjelenik az oltáron számunkra, a templomba, a kenyér és a bor, mint az életnek két fontos szimbóluma, ami átváltozik a Krisztus testévé és vérévé, így a katolikus templomainkban, az nem csak arról szól, hogy az Istennel való kapcsolatunkat szorosan megéljük, a tőle kapott ajándékokat hálát adunk, hanem egyben egyfajta egymáshoz tartozást, összekapcsolódást is jelent számunkra, hiszen azt valljuk, hogy egy kenyérből, egy kehelyből részesülünk, és ami azt gondolom, hogy ebben az időszakban is továbbra is fontos számunkra, hogy ezt fel tudjuk fedezni, egyrészt a megajándékozottságunkat, másrészt pedig az összetartozásunkat, illetve azt a felelősségünket, hogy amit kaptunk, azt hogyan tudjuk megosztani és továbbadni, hogy ez a testvériség, ez az egység, ez a fajta közösség, akár amit megjelenik, az tovább élhessen és tovább megvalósulhasson. Az öreghegyi mulatságokon a tradícióknak megfelelően rangos fellépők biztosították a jókedvet. A boritéri színpad vendége volt a Harmonika Trió, Fehér Adrián és Jónás Andrea, de az igazán nagy sikert a fehérvári táncművészet fiataljai aratták, elsőként a Phoenix Rock and Roll Sporttánc Egyesület lépett a közönség elé. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mozgékony és táncra pörgős gyerekek mindig vannak, úgyhogy az utánpótlás nevelés ilyen szempontból elég kedvező, hiszen a kislányok számára nagyon népszerű az, hogy slágerzenékre, ismert zenékre koreográfiákat tanulhatnak. Abban viszont nagyon sok munka van, hogy meg is maradjanak ennél a sportágnál. Nagyon fontos a motiváció, és hogy jól érezzék magukat az edzéseken, és ami talán még ennél is fontosabb, hogy egy olyan közösség tagjai legyenek, amiben otthon érzik magukat. Ezt a közösséget is nyilván befolyásolta a koronavírus járvány, de hogyan tudtatok készülni ennek tükrében erre a rendezvényre, hiszen ez is egy tradicionális találkozó. Igen, hát nagyon büszke vagyok rá, hogy ebben a nehéz helyzetben is borzasztó kitartással és szorgalommal álltak a versenyzőink a sportákhoz, úgyhogy amikor csak otthon lehetett dolgozni, akkor közös videóhívásokkal oldottuk meg a töretlen munkát.
A picikék sajnos volt olyan időszak, hogy nem tudtak élőben ugye részt venni a foglalkozásokon, de szerencsére most a táborokban mindenki nagyon lelkes volt, a nyári táborok megrendezését pedig nem befolyásolta ez a helyzet. Mivel készültetek erre a napra? Versenykoreográfiákkal, illetve most van egy kis kedvenc csapatom, az a nevük, hogy Cukkerek. Ők még nem versenyzők, de arra készítjük őket. Ők óvodás, illetve elsős korosztályú kislányok, és ők most kezdtek el így fellépésekre járni, úgyhogy értük izgulok a legjobban. Felicsita Egyesület táncosai, Szijjártó Krisztina tanítványai ezen a napon is bizonyítottak, varázslatos műsorral köszöntötték a műfaj barátait. Versenytáncról van szó, ami sajnos még a városunkban még mindig nagyon nagy kérdés, hogy sport vagy művészet, úgyhogy talán ez az egyik legnagyobb különlegessége, hogy megoszlanak a vélemények. Hivatalosan 2001 óta a sportokhoz tartozik, de természetesen nem lehet letagadni egy táncnak a művészeti értékét is. Megpróbáljuk mind a kettőre nevelni a gyerekeket. Úgy tűnik, hogy ez sikerrel jár, hiszen fantasztikus eredményeket érnek el. Hogy készültek ebben az időszakban, hiszen a koronavírus járvány azért sok mindent meghatározott? Igen, a legnagyobb problémánk az az, hogy az utánpótlás csapattal ugye nem tudtunk dolgozni. A táncosok, a versenyzők, ők tudtak edzeni, bár kisebb óraszámban, mint kellett volna, hiszen ők leigazolt sportolóknak számítanak. Úgyhogy most szeptemberben arra készülünk igazából, hogy az utánpótlás csoportokat nagy gőzerővel újraindítani. Hiszen Fehérváron is most már reméljük, hogy egyre több ember és megint mindenki táncolni fog. Kezdtük, hogy az Öreghegyi Mulatság egy fontos ünnep, egy nagyon jó ünnep. Ennek tükrében hogy készültek rá, hiszen ez mindig különleges, amikor fellépnek. Igen, hiszen Öreghegyi Közösségi Házban is tartunk edzéseket, úgyhogy mindig úgy érezzük, hogy megtiszteltetés, hogy gondolnak ránk, hiszen úgy érezzük, hogy a csapat ide is tartozik. Hát most azért nyaralások vannak, sérülések vannak, illetve országos bajnokságra megyünk szombaton. Úgyhogy a versenyanyagból fognak bemutatni a gyerkőcök most egy kis blokkot. A Királyi Napok rendezvény sorozatának fő elemei a belvárosban zajlanak, kivéve az Öreghegyi Mulatságot, amely ma már a hagyomány része. Ahogy a külső városrészekből a belvárosba mennek be a programokra, ezen a napon fordítva történik. Aki tehette, az Öreghegyen ünnepelt, mert a városrész Fehérvár egyik szimbóluma. A Borivár tövében a hagyományokat megélve, visszaemlékezve az egykori szőlőhegy tradícióira hallgathatták a koncerteket, beszélgethettek az emberek. Újra bebizonyosodott ez a találkozó igazi közösségi esemény, és megerősíthetjük, minden öreghegyi mulatság vége, a következő kezdete.